Köszöntöm a Telene magazin nézőit, Bence Péter vagyok. Versekkel egy zenés műsorral idézték fel a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium diákjai az 1956-os forradalom eseményeit a Hősök terén. A szabadságharc 65. évfordulójának alkalmából tartott ünnepi megemlékezésen Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője beszédében elmondta, szinte minden családban van olyan déd vagy nagyszülő, aki érintett volt a forradalomban. Az 1956-os forradalom kitörésének évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést Tolnán, a Hősök terén. Az eseményen a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium tanulói zenés műsorral és versekkel idézték fel az október végi eseményeket. Az előadást követően Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője mondott beszédet. Az 1956-os forradalom eszmeisége, tanulságai sokkal többet tesznek annál, mint jelenben idézik a múltat. Élő örökségként, cselekvésre hívó erőként mindannyiunkat tettekre hívnak, látatva a pillanatban rejtő lehetőségeket. Sokban hasonlít a mai nap a forradalom napjaira. Akárcsak 65 éve, ma is bátran és tiszta szívvel mondhatjuk ki mindazt, amit számunkra a haza, a nemzet jelent. 65 évvel ezelőtt, 1956. október 23-án a magyar emberekből kiáradt a szabadság iránti vágy, és felkeltek az elnyomás és a terror ellen. 11 évvel a II. Világháború lezárása után úgy gondolták az emberek, hogy szeretnék a sorsukat, a nemzet sorsát a saját kezükbe venni, és ne egy idegen nagyhatalom mondja meg azt, hogy a magyar emberek hogyan éljék az életüket, hogyan éljék a hitüket, és hogyan gyarapítsák az országot. A forradalmat sajnos leverték, hiszen az akkori Szovjetunió könyörtelenül legyalulta a magyar szabadságharcot. Az egy sajnálatos dolog, hogy ebben voltak magyar szövetségesei is, hiszen az akkori baloldal AVH formájában asszisztált a nemzet szabadságvágyának a lefolytásában. Mert ő sem szól már, nem is vádol, nézzünk Krisztus a keresztfáról. Különös ez a karácsonyfa, ördög hozta, vagy angyal hozta. Ki köntösére kockát vetnek, nem tudják, mit is cselekeznek. Csak orrontják, nyínak, gyanítják, ennek az éjszakának a titkát. Mert ez nagyon furcsa karácsony, a magyar nép lóg most a fákon. És a világ beszél csodáról, papok papolnak bátorságról. Az áram férfi parentája megáldja a szentséges pápa. És minden rendű népek, rendek kérdik, hogy ez mi végre kellett. Miért nem pusztult ki, ahogy kérték? Miért nem várt a csendben a végét? Miért, hogy meghasadt az égbolt? Mert egy nép azt mondta, elég volt. Ami a forradalom után történt, az a megtorlás nagyon sokakat arra kényszerített, hogy elhagyják az országot, de nagyon sokan, legtöbben azért mégiscsak itt maradtak, itt maradtunk. Hiszen minden családban van olyan dédszülő, nagyszülő, szülő, akinek aki érintett volt ebben az 56-os forradalomban, és én is nagyszüleimen keresztül éltem meg annak a fájdalmait, amikor nem is volt erről szabad beszélni, hanem csak ilyen titkos suttogásként lehetett arról beszélni, hogy mi is történt 56-ban. A mostani fiataloknak a jelentős része már nem éli ezt meg, neki csak elmondások alapján, nem a szülők, illetve a nagyszülők megélés alapján van véleménye az 56-os időszakról. Elég, hallgatunk már eleget, van büszkeség és becsület még. Elég, mi jöhet még, nem kell áldás, nem fog az átok, nem fogunk többé hallani rátok. Ütve rúgva, meghajolva, mindenünkben megrabolva. Horváth István szerint az 1956-os forradalom a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. Hiszen egyik oldalon elfojtott az akkori szabadság vágyat, de az emberekbe bekódolta azt, hogy csak időkérdés, hogy mikor fog eljönni a szabadság. És itt a 20. század vége felé, a 80-as évek végén valódi szabadság jött meg Magyarországra, de azért el kell mondani, hogy itt is van egy kettősség, hiszen van az országnak egy része, aki úgy gondolja, hogy a magyar embereknek saját kezébe kell venni a sorsát, és van, akik úgy gondolják, hogy egy idegen hatalom
ma közösen kell a magyaroknak az életét megszervezni. Én azt gondolom, hogy mindig akkor volt Magyarország sikeres, amikor mi magyarok saját magunk döntöttük el a sorsunkat, és nem amikor egy kiszolgáltatott módon egy idegen nagyhatalom befolyására tesszük azt. Tehát ma emlékezni kell ezekre a pillanatokba, tanulni kell ezekből, és erőt meríteni arra vonatkozóan, hogy jövőben magyarként, függetlenként, nemzetbe éljük az életünket. A megemlékezés lezárásaként a város vezetői, a társadalmi szervek, illetve az intézmények képviselői koszorúzták meg a hősök terén álló emlékművet. Sok éves lemaradással küzd a Tolnai utcás járda felújítási program, annak ellenére, hogy a feladattal megbízott Telena Kft. Minden erejét latba vetve próbál úrrá lenni a helyzeten, gyakorlatilag tűzoltás folyik, csak a járdák tekintetében közel 2 kilométernyi szakaszon kellene azonnal beavatkozni, ám erre sem költségvetési forrás, sem munkaerő nem áll rendelkezésre. Általánosságban elmondható, hogy Tolna város úthálózata elöregedett. Amikor az volt a cél, hogy ne legyenek poros utcák a városban, a technológiai követelmények betartása a másodrendű kérdéssé vált, és ennek évek alatt meglettek a negatív következményei. Bár az önkormányzat évről évre jelentős forrásokat fordít a korszerűsítésre, a probléma mérete nagyobb, mint amennyire a pénzügyi lehetőségek engednek. Így aztán állandóan van olyan területe a városnak, ahol gondok jelentkeznek. A karbantartásért felelős Telena Kft. Erejéből jószerivel a baleset veszélyek elhárítására futja. A Telena Kft. Kapott egy az önkormányzattól megbízást 3 utcának a felújítására. Ezek a Mözsi 3 talán az egyik legrosszabb út szakaszoknak a felújítását foglalja magába. Az első szakasz itt a Babics utca, Erkel Ferenc Radnóti Mihály utca közötti szakasza, ami aszfaltozásra kerül, rézsüzés lesz, patkázás. A Petőfi Sándor utca, illetve az Alkotmány utcának a Széchenyi utca és a Béri Balog Ádám utca közti szakasza kerül felújításra. Még idén várhatóan december 15-éig megkezdik, illetve befejezik ezeket a munkálatokat. Az Erkel Ferenc utcában a Telena Kft. Rendelt egy kisebb útszakasznak a felújítását, mert rendkívül rossz minőségű volt, megsüllyedt, illetve folyamatban vannak kátyúzások. Sajnos ide nem jutott forrás a teljes utca teljes felújítására. Itt még vissza vannak megkezdett szakaszok, ahol még nincs befejezve a kátyúzás, illetve félútpályán leaszfaltozták egy rövid szakaszt, a legrosszabb részt. A munkák eredményéről fotók készültek, és az itt lakók értetlenül álltak a megoldás előtt. A kivitelezők, az aszfaltozó kapacitásuk meglehetősen szűk, ezért csak itt félig oldották meg ennek a kis két rövid szakasznak az aszfaltozását, vissza fognak jönni és be fogják fejezni a másik felét is. Tehát gyakorlatilag ez nem, sajnos nem teljes utcafelújítás, ezek csak kis szakaszoknak a megújítását jelenti, és még idén be fogják fejezni ezeket a rövid szakaszoknak a pótlását, illetve a patkarendezését mi magunk végezzük a Telena Kft-től. Mivel hogy a teljes utcára nem volt forrás, hogy a teljes utca megújuljon, ezért kénytelenek vagyunk ilyen, hát gyakorlatilag ilyen toldozás-foldozással, de legalább valamennyire a nagyobb kátyukat megszüntetni, illetve javítani. Forrásaink, illetve az önkormányzati források csak erre elegendőek per pillanat. Folyamatban van és tervezik, úgy tudom, a folyamatos többi utcának is a megújítását. Általában azért van, hol sok-sok utcát meg kellene újítani. Tervek alatt vannak, új utak létesítése is. Per pillanat a Telena Kft. Ezeknek a megrendelését kapta az önkormányzattól, azokat végezzük. Egy durván 300 méteres utcaszakasz teljes felújítása megközelítően 15 millió forintba kerül. A költségvetésben a kártyúzásra, az utak karbantartására összesen 20 millió forint áll rendelkezésre. Ebből kéne az összes utca patkázását, kártyúzását megoldani.
Több utcába elkezdtük már, illetve folyamatban van most is például a Lócz Károly utcának a patkázása, a Kazinci utcát csináltuk, a Bölcsöde mögött volt egy Zsák utca rész, az lett felújítva, és hát mentek a Festetics utcába, illetve még hát folyamatosan minden utcába elég nagy rohamléptekkel próbálunk minél több utcán végigmenni, de hát a mi kapacitásaink is végesek, tehát itt több éves lemaradás van, azt azért nem tudjuk ilyen hip-hop gyakorlatilag megoldani az összes utcának a rendbetételét, de törekszünk rá, hogy minél előbb, minél lehetőleg minél jobb minőségben megoldjuk ezeket. Majd 10 éves lemaradásban vagyunk a korszerűsítésben, mondja Bauer József. Évek mentek el úgy, hogy igazán semmi sem történt ezen a területen, és most már ez megbosszulja magát. A Kft. Felmérései alapján megközelítően 2 kilométernyi járdaszakasz vár megújításra, amit folyamatosan végeznek. Az Erkel utcai félig kész betonozás, tehát már nem kell sokáig nézniük az itt lakóknak, hamarosan a másik felére is aszfaltréteg kerül. Most rövid reklám következik, majd Földes László Hobóval láthatnak egy beszélgetést, aki a Mözsi Művelődési Ház vendége volt. Maradjanak velünk, mindjárt jövünk vissza! Ismerjék meg a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium 2022-23-as tanévre tervezett képzési formáit. 6 évfolyamos osztályunkban. Emelt óraszámú angol vagy német nyelvi képzés. 4 évfolyamos képzésünkben. Emelt óraszámú angol vagy német nyelv. Továbbá választható humán, reál vagy sportspecifikáció. Az írásbeli felvételére való jelentkezés határideje december 3-a. Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium. Remény és jövő. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra. Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 ezer forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni jármű állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistant szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést is javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedlesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Folytatjuk is a Telena magazint. Földes László Hobó volt a Mözsi Művelődési Ház vendége, aki ezúttal Ady Endre költészetét népszerűsítette előadói estjével. A 70. életévén is jóval túllevő zenészt és népművelőt arról kérdeztük, hogyan lehet fenntartani a kulturális értékeket abban a közegben, amelyben a celebvilág felbukkanó és eltűnő sztárjainak életével van tele a média. Ha ennyit játszik az ember meg ilyen sok éven keresztül, azért az mégiscsak ad egy képet arról, hogy ezek a költőzsenik mit jelentenek az embereknek. József Attila, Ellen Ginsberg, Ady Endre, Vion. Csak néhány név azok közül, akiknek életét és munkásságát színpadra vitte Földes László Hobó. Két folyamatot lát, mondja. Egyrészt a média a celebritások mindennapjaival árasztja el a nézőket, miközben ő maga 120-130 előadó esten lép föl, és azt tapasztalja, megvan az érdeklődés a kultúra egész más szintje iránt is. Azt látom, hogy a magyar kultúra, az a, amit én próbálok szolgálni, az nagyon is
ott van a felszín alatt, tehát előbb-utóbb ezek a nemzedékek, akik a kete tévé előtt nemzettek, vagy a tévé előtt nőttek fel, vagy ezekkel a készülékekkel élnek már, azon kommunikálnak, előbb-utóbb csak megunják ezt, mert hát ez műanyag. Tehát ami most születik, az olyan zene van, például, hogy csak a saját területemről beszéljek, hogyha most kellene elkezdeni zenélni, akkor én nem zenélnék. Azokat a nemzedékeket fölmentem az elől, hogy ők ezt nem ismerik, mert ez a tanárok hibája, meg az iskolarendszeré, vagy a... Szóval az, hogy hagyják, hogy legyőzze az internet, meg a Facebook, meg a nem tudom minden, hogy legyőzze az olvasást például. Maga az olvasás az egy óriási erkölcsi bázis is abban a szempontból, hogy egy fiatal gyerek el tudja dönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. Hogy nem a moziban vagy a televízióban látja, hanem végigolvas egy Dumát, vagy egy Viktor Hugót, vagy egy Gárdonyi Gézát, vagy Ottlieb Gézát végigolvas, akkor hogyha ez van türelme, és ezt végig tudja csinálni, akkor az nagyon sokat segít neki abban, hogy el tudja választani egymástól a dolgokat. A baj az, hogy az olvasási kultúra az hanyatlik nagyon erősen, amit szintén meg lehet érteni, mert ilyen a világ, de az, hogy a média és a televízió átvette a kulturális uralmat, ennek súlyos következménye lesznek. Ömlik az információ egymással szemben, politikailag is, morálisan, különösen, szexuálisan, és így tovább. És a felnővő gyerekek olyan információ dömpingben élnek, hogy alig van segítség, alig kapnak segítséget abban, hogy elválasszák a dolgokat. Például, mert a szüleiknek is bizonyos értelemben védekezniük kell, hogy megtartsák magukat tisztességesnek, erkölcsösnek, legyen hitük, vagy emberségük. Annyiféle gyalázat történik a világban, elsősorban a politika, másodszorban pedig a média jóvoltából. Ott ült a császár, dús hajában 7 csillag volt a diadém. Rabszolga népek térden állva imádták, barna köldökén a göncöl forgott, válla balján lámpásnak állt holdkorong, de a bohóc sírt trónja alján. Én azzal, amit csináltam a zenében, vagy csinálok így, a költészettel sohasem vettem célba senkit, nekem nem volt célgenerációm, hogy most akkor 16 éves kislányok libidójának játszom, hogy az értelmiségieknek, vagy a csöveseknek, vagy nem tudom, mindenkinek játszom, aki eljön, és azt látom, hogy eljönnek. Ez egy óriási dolog, hogy ha nincs a Covid, akkor én egy évben 120 előadást játszom. Ez azt jelenti, hogy hát hogy játszom, nem az én dicsőség, eljönnek az emberek. És én olyasmit játszom, amit érteni, meg érezni kell. A zenét is. Aki nem érti a szöveget, az elmarad. Az én koncertjeimen is. Hubo legújabb elkészült produkciójában visszatért a Vadászat című ikonikussá vált anyagához. Vannak ilyen foglalkozások, vagy mint például a papság, vagy a kurvák, vagy a vadászok, vagy a katonák, ezek mindig minden történelmi korban voltak, meg szerintem lesznek is. Érdekes mondom, bankárok azért nem voltak mindig. Én annak idején, amikor ezt a 84-ben vagy mikor csináltam, akkor a Póka Egonnal, akkor se igyekeztem aktualizálni, hanem inkább elemeltem. Tehát, hogy a mitológia, a történelem, az akkori valóság, a mesevilág, mindenféle dolog keveredett, igazából a helyszín volt az érdekes, az erdő, ami akkor, amikor én voltam mondjuk 40 éves, vagy amikor voltam 16, akkor az erdő volt az én számomra, volt a szabadságnak a helye, ahova el lehetett, oda mentek a mesefigurák, a partizánok, a vadállatok, a Robin Hood, nem tudom, milyen szerelmesek, én is vittem lányokat az erdőbe, vagy az erdő szélére. Lehetőség szerint nekem nagyon sokáig menni. És nem
aktualizáltam ezt a dolgot, ezért ennek az érvényessége az mindmáig hat mások szerint, akik ezt figyelik, a hatását, vagy a helyét, vagy értékelik. Ma már például az erdő nem csak hogy pusztulóban van az egész földkerekségen, hanem már nem tud menedéket nyújtani, mert egy műholdról megszámolják, hogy hány szarvas van egy erdőben. Már arról nem beszélve, hogy esetleg, hát nem tudom, valaki lázadók vagy csavargók se tudnak ott elbújni, mert már látják őket, meg is számolják, meg még arcfelismerő programok is vannak, amivel megtudják, hogy kicsodák. Tehát a szabadság az egy másfajta formában veszik el, mint eddig. Eddig azért lehetett hova bújni. Én már nem tudom, én 1922-ben megírtam, hogy nincs hova bújni, a világ utolér. Itt jön Ludas Matyi, libáját megette, hátrányos helyzetű, nem megy egyetemre. Gyerek marad mindig, ősnek kissé gyönge. Baba joga és babaúszás témakörben szervezett előadást a Tolnamözsi Baba Klub. A programon Korsósita gyógytestnevelő mutatta be az anyukáknak, hogy milyen jótékony hatásai lehetnek az előbb említett mozgásformáknak a babára és anyára egyaránt. A gyermekszületését követő időszak meghatározó a fejlődés szempontjából. Sokat segít a szülő és kicsi közötti szoros kapcsolat kialakításában, ha együtt mozognak. A kapcsolat teremtésre pedig kiváló lehet többek között a babaúszás, illetve jóga. Erről tartott előadást Korsós Rita gyógytestnevelő a Tolnamözsi Baba Klub legutóbbi foglalkozásán. Már maga a baba jóga szó, tehát hogy nem a baba jógázik, hanem igazából a kisbabás jóga az egy baba masszírral kezdődik, baba masszázsral, ami egy száraz masszázs, és miközben dalolunk és mondókázunk, utána pedig megnyújtóztatom anyukát, hiszen az egész napos a picikét cipeli és szoptat, megrövidülnek egy kicsit az izmok, tehát hogy a testtartására nagyon fontos hangsúlyt csak kell fektetni, hogy kihúzza magát, hogy jól tartsa magát, hogy karban tartsa a testét, hiszen akkor érzi ő is jól magát a bőrében, hogyha fit, és igazából a babával is tornázunk, vannak olyan kis pozíciók, amiket a babával is szoktunk csinálni, illetve utána anyukát tornáztatom meg egy picit. A nagybabás jóga annyival tér el a kisbabástól, hogy amikor már elkezdenek kúszni, mászni, akkor már a gyermeknek a bemelegítésével kezdünk, egy kis játékos tornával, és ami belefér, amennyit engednek a picik, annyit tornázzunk az anyukákkal is, és még egyszer mondom, nem kell megijedni a jóga szótól, hiszen ez jógás előképzettség nélkül is látogatható, hiszen ez testtartást javítunk, egy kellemes, jól eső átmozgatás történik is rövid sorozatokkal. A baba jógát akár már 8 hetes kortól elkezdhetik a kicsik. Ameddig el nem kezd kúszni, mászni a baba, hiszen akkor már nem engedi ezt a masszázs részét annyira, ahogy csináljuk, ekkor már át lehet jönni a nagybabás jógába, és akkor ezt amíg el nem megy a bölcsibe 2-3 éves koráig. A szakértő azt mondja, a babának az egész foglalkozás játék, mégis fejleszti az idegrendszerét, mozgásérzékelését, egyensúlyérzékét. Egyrészt azért, mert hogy mondókázunk, énekelünk, tehát a beszéd fejlődésére is nagyon jó hatással van. Átmozgatjuk a picikéket, tehát neki is egy ilyen felfrissülés, ő is jól esően elfárad, és reméljük anya is jól esően elfárad, illetve egy jó közösségbe kerül, ahol lehet kérdéseket feltenni, és kiszabadulni egy kicsit a szürke hétköznapokból. 2007-ben végeztem el a babaúszást, és mindig én nézek új lehetőségek után. Igazából gyermekjógát kezdtem el tanulni, és a gyermekjóga oktató mondta, hogy ő tart babajóga képzést is, és nagyon felkeltette az érdeklődésem, hiszen a babaúszásba is tudok használni olyan elemeket, amiket ott tanultam, és a maga a képzés nagyon jó volt, és úgy éreztem, hogy akkor szeretnénk kipróbálni ezt a területet is. Amikor elkezdtem a pályát, akkor foglalkoztam nagyobbakkal is, tehát hogy dolgozok jelenleg is óvodákban és iskolákban is, de nekem ez a kicsi korosztálya a szívem csücske. Nem azt mondom, hogy nem szeretem a nagyobbakat, de
de a kicsik azokon nagyon-nagyon szeretek velük. Az óvodában egyrésztről még, hogy a babáknál maga ez, hogy egy csoda, amikor az ember oda bemegy, és azt csinálhatja, amit a legjobban szeret, és a kisbabáknak az arcát látni, és mozogni velük a vízben, akár a szárazföldön. Az óvodás korosztályt is nagyon szeretem, mert hogy még annyira szeretnek mozogni. Tehát, hogy ez a, amikor jön később, amikor megnövünk, és aj, már ez sem tetszik, már ez a játék sem akar, ezt a játékot sem akarom játszani. Tehát, hogy ez a, már egy kicsit olyan szenvedősebb rész. Nyilván nem mindenhol, meg nem mindenkinél, de pont ez az őszinte mozgás szeretet, ami még megvan bennük ilyenkor. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!